mindjárt elmegyek. És te? Én is. Nem rossz. 8,5. Ez minden. Neked? 8,5. 9. Van programod estére? Nem, még nincs. Ami most történt, az... még nem jelenti, hogy járunk. Tudom. Elkésem. Erre most nem érek rá. Én sem, mennem kell a tárgyalásra. Nekem meg kezdődik a műsorom. Tessék, itt a mikrofon. Köszönöm. Mindent az orgazmusról. Magyar Szénási Kata, Pálfi Kati, Spilák Klára, Szatmári Attila, Kassai Károly, Kokas Piroska, Illyés Mari, Bókai Mária, Kardos Gábor, Besenyei Emma. Magyar szöveg Radics Boglárka, hangmérnök Csaba Tamás, vágó Daróg Attila, gyártásvezető Csorba Éva, szinkronrendező Somló Andrea. A szinkron az Intersonic megbízásából a Szinkron stúdióban készült 2005-ben, producer Csaba László. Az 5.1-es hangot a Szinkron stúdió készítette. Forgalmazza az Intersonic. A forgatókönyvet írta Isabel Brué. Fényképezte Christopher Fonstein. Ráér egy percre? Sajnos most nem. És a műsor után? Még nem tudom. Majd meglátjuk. Oké. Zenéjét szerezte Erik Nőbő. A pontos idő 11 óra 7 perc. Itt a Rádió Rúzs. A legjobb zenét tőlünk kapják reklám és ismétlés nélkül. Rendezte Isabel Brué. És a Mire vártok még? Mai vendégünk a Lélek bestiája című könyv szerzője, de először jöjjön Louise Döseman és a hétköznapi hőse. Szia Zsidit, mai hősöm titkolt heroin függő. Ez idáig kettős életet élt. Ő biztos tudna mesélni a Lélek bestiáiról. Na, mit szólsz? Hát, nem az én stílusom. Nem neked, anyának. De én inkább nem adnék semmit. Ó, ennyit igazán áldozhatnál rá. Úgy se tetszik neki soha semmi. És nem is érdeklem. Igenis érdekled. Mostanában folyton azzal nyaggat, hogy mi van veled meg François-val. Hajne, mondtam már neki, hogy hagyjon minket békén. Tudod, hogy milyen. Jobban teszed, ha bemutatod neki François-t. Úgyis ez a legjobb vágya. És nekem is. Mi? Szóval, hogy megy a dolog? Remekül. Reszelünk, mint a nyulak. Neked csak a szexen jár az eszed. A szex igenis fontos, ne tagadd. Máskülönben hogy esnél teherbe? Ne is mondd, mi is naponta háromszor. Nem rossz, 7 év után. Nem. Mi az? Nem jutsz el a csúcsra? Louise, ne csináld. Nincs orgazmusod? Hát, előfordul. Gondolom, neked mindig van. Persze. És Tomát ez nem zavarja? Micsoda? Hát, hogy nem mész el. Inkább hagyjuk a témát, jó? Béna alak. Nem az ő hibája, hisz nem tud róla. Szóval akkor csak megjátszod? Mész. De hát hogy tehetsz ilyet, te szörnyű? Ugyan már nem olyan borzalmas. Egy egyszerűbb.
az önbizalmának. Kegyes szerelmi hazugság. Te ezt úgyse érted. Ki az? François. Ah. Ha lenne kulcsom, nem csöngetnék? Nem aludtam. Baj van? Olyan furcsa érzés. Folytasd csak. Na, mi a baj? Nem érzek semmit. Ezt meg hogy érted? Hát úgy, hogy nem érzek semmit. És szeretném, de mégsem egy. Na, majd teszünk róla. Gyere. Próbáljuk meg így. Tisztára feszült vagy. Dehogy, folytasd. Neked is segítened kell. Megteszem, amit tudok. Hagyjuk, fejezd be nélkülem. Akkor hagyjuk az egészet. Ha nem akarod, megértem. Nem kell Arisa. Szeretnéd, ha tettetném? Megteszem, ha akarod. Dehogy. Miért történik ez? Nem értem. Ijesztő ez az egész. Valami baj van velem? Nincs meg a hangulat. De megvan. A hangulatommal nincs semmi probléma. Biztos valami szervi baj van. Mindegy. Ezen ne veszünk össze. Mindegy? Kíváncsi lennék, hogy te hogy éreznéd magad. Túl dramatizálod. Mert valóban drámai. Mi az Isten? Mi történt? Minden csupa víz. Beázik a plafon. Basszus. Hát ez nem a te estéd. Csak állsz itt, vagy csinálsz is valamit? Te akartál egyedül élni. Most tessék. Csak vicceltem. Rossz vicc volt. Tessék kijönni, beáztam. Hát, kedvesem, az a maga baja. Tessék már kinyitni. Már késő van. Amúgy sem engedek be idegeneket. Nem vagyok idegen, a szomszédja vagyok. De nem ismerem magát. Paul ott van, mert őt beengedném. Ki az a Paul? A jóképű fiatalember, velem szemben. Nincs otthon, igaz? Fémpanya. Igazán remek este. Még jó, hogy eljöttél. Egész este ilyen leszel? Ha nem tetszik, haza is mehetsz.
Ha ezt akarod. Akkor most elmész? Menjek? Tőlem aztán? Akkor megyek. Holnap lesz a parti. Remélem, ott jobb kedved lesz. Én is remélem. A zuhany a legjobb. Először is teljesen lemosakszom. Ilyenkor még eszembe se jut, hogy azt csináljam. Végül mégis sokáig maradok. Leszoktam csavarni a tusról a zuhany rózsát, így a víz lágyan ömlik oda lentre. Jó így, mert tudod, gyorsan megvan, és a siker garantált. Ha van még időm, többször is csinálom. Egyik reggel zsinórban, vagy 15-ször csináltam. Ki is fogyott a meleg víz. Hideg vízben tusoltam végül. Felébresztettem? Az idős hölgy csak magának hajlandó ajtót nyitni. Louise! Oszkár, feljönnél? Maga keresett tegnap este? Igen. Gabi vagyok, örvendek. Én is üdvözlöm. A néni lakásából jön a víz, amitől beázik a fürdő. Az kizárt. Új stratégia? Nem, régi vízvezeték. Beázunk. Szarügy. Hello. Ő a barátja? Milyen szép pár maguk. Igaz, Paul? Nem, a barátom, a szomszédom, ráadásul Oszkár meleg. Oh. Igen, amúgy éjszakai portás. Egyik bájos vonása ez a nyers őszinteség. Megjavítod a plafont? Egész éjjel dolgoztam, muszáj aludnom. Kérlek, indulnom kéne, de itt nem lehet. Megteszed. Köszi. Hé, a kulcsok! Ha bármiben segíthetek, hívjon bátran. Rendben. Köszönöm, viszlát. Én is viszlát. Az a beteg, akinek nincs időpontja, mindenképpen beszélni akar önnel. Nem is tudom, mit csináljak. Még hárman várnak önre odakint. Louise, mi a baj már megint? Teljesen ki vagyok. Kérem, fogadjon soron kívül. Nem tudok várni, mert mennem kell dolgozni. Kérem. Nem kell vetkőznie. Testileg önnél minden a legnagyobb rendben van. De valami bajom biztos van. Biztos, hisz nem érzek semmit. Előfordul az ilyen. Ettől még nem kell kétségbe esni. Magától el fog rendeződni. És mégis mit csináljak? Csak üljek és várjak? És addig mi lesz velem? Én nem értem ezt az egészet. Mi lesz, ha állandósul? Pszichés. A barátjával rendben van a nemi életük? Valamilyen szervi baj van. Talán komolyabban venne, ha mondjuk gombás fertőzésem lenne. Mert a gyönyör nem az ön asztala. Elnézést. Nos, akkor talán végre elkezdhetjük a mai megbeszélést. Először is Lamourette várja a javaslataidat. Mint azt te is tudod, egy jó nyári programösszeállítás komoly hatással van a jövő évi eredményeinkre. Ezért örömmel hallgatjuk az ötleteidet. Valami baj van? Nem. Ez tényleg nagy baj. Micsoda? A plafon? Nem, Oszkár megcsinálta. Tudod, mire értem? Mire? Nem, most hagyjuk ezt. Mindenki itt van a főnökségből, még Olivier Einstein is. François, szeretném bemutatni Madame Pichont. Üdvözlöm. François Carras, öreg barátom fia.
Elnézést. Még mindig kirendelt védőként dolgozik, pedig felajánlottunk neki egy zsíros állást a nemzetközi jogi osztályon. Makacs, mint az összvér. Értem. El se hiszem. François! Bemutatsz? Most inkább nem. Beszélgess csak a könyv előttel. Louise, nem emlékszik rám? Nem. François-val dolgozom. Jól érzi magát? Nem. Mindig elmegy, amikor maszturbál. Igen? Most zavarba hoztam. De hát a maszturbálás természetes dolog. Maga is csinálja, nem? Hölgyem, kérem, fejezze be. Adja csak, hisz részeg. Én ezt nem értem. Miért olyan nagy cucc a maszturbálás? Talán tabu? Mit mondott? Elvesztettem a csiklómat. Keressen fel egy specialistát. Azt mondják, a hipnózis használ. Ez nem vicc. Elvesztettem a csiklómat. Talán valaki lenyelte. Maguk szerint ez ilyen mulatságos? Ez a picsába. A gyönyör igenis fontos. Ez az. Ne vessen csak. A feleségét is mindig eljuttatja a csúcsra, nem igaz? Na hát, vagy mégsem. Én igenis törődöm a nem életemmel, nem úgy, mint maguk. Nagyon nehéz napja volt. Kép utatom, Fanta! Nem tudja, hol a határ. Neked elment az eszed? Ők itt a munkatársaim, ha nem tudnád. Te kurvára nem törődsz velem. Csak annak az Olive, mit tudom, hogy kicsodának a seggét nyalod. Részeg vagy. Semmi értelme ennek a beszélgetésnek. Ez komoly dolog. És te... Te csak annyit tudsz mondani, hogy én segítségre szorulok. Ez marhaság. Most először nem volt jó a szex, és neked muszáj jelenetet rendezni. Mégis mit akarsz? Mondd meg, hogy mit akarsz! Legyél inkább kedves hozzám. Hagyd abba. Nem akarod. Most valahogy nem. Foglalt. Direkt csinálod? Persze, direkt. Talán jobb lenne, ha nem találkoznánk többet. Te meg miről beszélsz? Szerinted csak a szex tart össze minket? Szerinted mi más? Csak, csakra, csikiz, csikló. A hüvely belső falán elhelyezkedő idegekben gazdag erektáló szerv, külső része a húcsőnyílás felett található. Nem valami guszta. Szóval kívül csak a csúcsa van. Ami belül feláll, az vagy 10 cent is. Ha? Ugyanúgy, mint a férfiaknál, csak belül van az erekció. Mintha a farkam befelé nőne. Ez borzalmas. És most mihez kezdesz? Hát te meg mit keresel itt? Két legyet ütünk egy csapásra. Gyere! Kezednél vagy. Oh, te jóságos ég!
Jó napot! Segíthetek? Csak nézelődünk. Van valami csiklós cucc? Persze van. Na és milyen kéne? Hát valami durva. Erre. Ez az új török modell. A forgófejes punci kurkász. Nevéhez híven forog a fej. Bunkós makkal. Strapabíró. Nem, én nem. Nekem lesz. Ah. Ez is új darab. Klitoris masszázs. Állítható sebesség. Megmutatom, jó? Azt hittem, hogy ti... Hát én is, de már mindegy. Majd később elmondom. Mi azt hittem, nekem vesszük? Mégis érdekel az ilyesmi. Válasz valamit. Jó nagy. Van nagyobb is. Hű. De ez nem jó csiklóhoz. Dehogy nem. Hüvelyhez és csiklóhoz. Már csak ez az egy maradt. Viszik, mint a cukrot. Külön extra a varázs vibri. Ez stimulálja a csiklót. Úristen! Fogja meg! Ha egy sima kis vibrit akarnak, abból rengeteg van. Erre. Vegyük például ezt itt. Kicsi, de hatékony. A lényeg a vibráció. Vagy van itt valami egészen más? Pina mézgyűjtő méhecske. Svéd gyártmány távirányítóval. Lepkés nincs? Hm? A lepkék azok össze-vissza röködnek. A méhek viszont kiszívják a pina mézet, igaz? Aha, nem tudom leállítani. Aj, kitépi a fanszőröm. Előbb le kellett volna borotválnom. Az útmutató szerint mézet is kell használni. Jaj, mi? Az kizárt, akkor még ragadna is. Mit csinál Louise néni? Csak fürdik. Menj gyorsan vacsorázni. Szenti, Tomá! Itt van Tomá! Puszit! Szia, kis! Siess! Teljesen összegubancolódott. Louise néni fürdik. Tényleg? Édes? Édes? Úgy hív, hogy édes? Borzasztó. Szia, drágám. Szia, Louise. Készen állsz? Mire? Ajándék a vőlegénynek. Kaptam új játékot. Menj gyorsan a szobádba. Hát ez mi? Pina mézgyűjtő méhecske, mi a fene? Ó, az az enyém. Ez nem lehet igaz. Az ég szerelmére legalább ne prűne. Ó, prűn már rég tudja, mi az a csikló. Én az ők korában tudok. Mi van? Azt csinálsz, amit akarsz, de prűnt hagyd ki. Gondod van a csiklókkal? Hagyd már abba. A tiédnek talán nagyobb figyelmet szentelhetne. Mit mondtál? Ha néha a csiklójára is odafigyelnél, nem kéne színlelnie az orgazmust. Beszélhetnénk? Ha szeretkezel egy férfival, gyorsnak kell lenned. Szerintük mi vagyunk túl lassúak. Ám ha maszturbálok, az addig tart, ameddig én akarom. Ameddig csak lehet. Ez benne a legjobb. Elnyújtózom az ágyon szép kényelmesen. Erotikus könyveket olvasgatok, bármiről, amiről tudom, hogy felizgat. A női írások jobban tetszenek. Jobban tudok velük azonosulni. Egész nap dúzogni fog. Lehet. Mi a kettőig összekedtünk. De legalább beszéltetek róla. Gondolod, jobb lett valami? Most már hozzám se ér. Pedig most ovulálok. Egy hónap kiesett, hála neked. Ne haragudj, nem tudtam. Persze, hogy nem. Mivel csak magadra gondolsz. Egész jól megvoltam, amit meg nem jelentél. Beszéljek vele. Csak azt ne. Hol van François? Nehogy azt mondta, hogy nem jött el. Nem ért rá. Szakítottunk. Igazán elmondhattad volna, pedig már úgy örültem. Hirtelen alakult így. Ha nem vagy képes megtartani egy férfit, soha nem lesz gyereked. Anya! Én hagytam el. Sejtem. Amint komolyra fordulna a dolog... Mit mondtad el neki? A hazugság előbb-utóbb úgy is kiderül. Add oda az ajándékot. Köszönöm. Mi ez? Mit kaptál? De kedves. Biztonsági zár. Köszönöm, drágám. Mindig tudod, hogy minek örülnék. Húspuhító készülék? Na, ilyenről se hallottam még. Ezt pedig Gérardtól kaptam. Tegnap vettem. Köszönöm, édesem. Jól áll? Én is hoztam valamit.
Köszönöm. Tudom, szereted a tartós dolgokat, de gondoltam olyasmit adok, amit meg is lehet enni. Egy termékeny pete, amiben nyüzsögnek a spermiumok. Ezt várod tőlem is. Szerintem ez még mindig jobban áll, amit nyújtani tudok. Vannak benne szép halacskák? Persze, kicsim. Louise néni miért nem mondta? Biztosan kiment a fejéből. Bejelentenék valamit. Ez most nem a legjobb időpont. Gyere, olvasunk el egy mesét. De én maradni szeretnék. Ne vitatkozz, Prüm. Azért szakítottunk, mert... Kérlek, legalább addig várj, amíg Prüm elmegy. Nem akarok. Baj van a csiklómmal. Mégis mi ütött belém? Apád előtt ilyet mondani. Nőj már fel végre. Mégis mi a bajod? Minden. Minden a bajom. Nem kell a dolgokat túl bonyolítani. A nővéred hogy boldogul? Megjátszol. Inkább hagyjuk. Persze, kerüljük ezt a témát, mint mindig. De hát miért ne beszélhetnénk róla? Az Isten verje meg! Tényleg erről akarsz beszélni? Tényleg? Hát persze, hogy csak megjátsza, mi más tehetne? Kegyes hazugság. Szóval te is hazudsz. Aj, drágám, te hol élsz? Az élet egy nagy kompromisszum. A férfiaknak olyan vágyai vannak, ami a nőknek nem mindig adatik, apádat is beleértve, ezért inkább ő legyen boldog. Ez a házasság. Mindegyik a másikat próbálja boldoggá tenni. Látod azt a szekrényt? Hónapok óta ácsingoztam utána, aztán egy nap, azután, hogy tudod, utána elment és megvette. Ezért legközelebb is megpróbálom boldoggá tenni. Ez tart össze bennünket. Kemény munka. És hogy lett meg a teáskészlet? Egy kis furujázás? Már értem, miért nem szerettem. A furujázást? Nem, a teát. Naj, ne fárasz már, Louise. Tomá inkább teát kérne. Amikor kicsi voltam, olyankor csináltam, mikor anyámmal tévéztünk. Azt mondtam, hideg van, és bebújtam a takaró alá. Csöndben ügyködtem, így észre se vette. Ez volt benne igazán izgalmas. Soha nem is gyanította. Legalábbis remélem. Louise, nagyon csöndben vagy ma. Valami ötlet? Hipohonderek? A pszichoszomatikusak voltak a múlt héten. Ébresztő. De az nem ugyanaz. De majdnem ugyanaz. Az anyám az, pedig tudja, hogy itt vagyok. Akkor fogd rövidre. Én vagyok. Értekezletem az vagyok. Az én hibám. Sosem mutattam jó példát. Dolgom van. Gyors leszek. Beszéltem egy barátommal, és ő adott egy telefonszámot. Dr. Dubó számát, aki szexológus. Nem érek rá. Olyan kár, hogy vége ennek a komoly kapcsolatnak. Komoly. Egyszer rossz a szex, és már le is lép. Meg kell tanulnod elfogadni az érzelmeidet. Üljünk le. Kérsz? Ez csodás, ahogy a sejtek újra feltöltődnek pozitív energiával. Anyám megadta egy szexológus számát. Anyád? Ejha, biztos már az agyára mentél. És elmész? Nem tudom. Tudod mit? Mit? Jogáznod kéne. Segítene ellazulni. Ki az? François. Szia. Szia. Jobban vagy? Nem. Mit akarsz itt? Semmit. Csak látni téged. Beszélgetni. Azt hittem, felhívsz majd. Én is. És... Hogy vannak a szüleid? Ez most hogy jön ide? Mit mondtál nekik?
Az igazat, hogy szakítottunk. Szóval szakítottunk. Hiszen mi nem is jártunk. Állj már le. Érdekelt téged valaha is, hogy mi van velem? Érdekelt téged valaha is, hogy mit kaptam a munkahelyemen a parti után? Nos, mivel szakítottunk, elvinném a fogkefémet. Jó? Csak tessék. Szolgáld ki magad. A fenébe. Megszívta magát a fal. Ez nem lehet igaz. Zűrös, mint a házigazda. Akarod, hogy... Majd elintézem én. Abban biztos vagyok, Louise. Hát akkor... Ha ez minden, amit akartál... Na és velünk akkor most mi van? Csak mert ha nem akarsz többé látni, akkor mondd meg. Mert az átlátszó kis játékaidból nem kérek. A kis játékaim? Rendben, ahogy akarod. Az istenit, Louise, kiakadok tőled! Elegem van, érti? Először a beázás, most meg a vezetékek égtek le. Mert maga a főbérlő. Azonnal küldjön egy villanyszerelőt. Micsoda? Ne, várjon! Te meg mit keresel itt? Csodálatos hírem van. Mi? Sikerült? Terhes vagy? Hát nem, hiszen azóta hozzám se ér. Kipróbáltam a méhecskét. Elképesztően fantasztikus. És ami tényleg hihetetlen, hogy nem csak egyszer sikerült, hanem sokszor. Nem tudok betelni vele. Igazad volt, ez szervi dolog. Végre sikerült. Működik. Minden alkalommal. Nem is örülsz neki? De... Nagyon. Nem úgy tűnsz, mint aki jobban van. Kéred a méhecskét? Amit kér, az elfogadhatatlan. Én kérem, orvos vagyok. Betartom az írott és íratlan szabályokat. De hát azért kértem meg, mert maga a specialista. És ha privátban csinálnánk? Nagyon kérem. Rendben, de szigorúan nem hivatalos. És csak mert ennyire erőszakos. Ezt kérem, nem tartozik a munkakörömbe. Értem. Jól van, legyen, na jöjjön. Nézzük. Az igazat megvalva, én a klitoris imádója vagyok. A kis szerv, mely annyi gyönyör forrás... Elfogult vagyok iránta. És most mit csinál? Megteremtem a kellő atmoszférát. Annak ellenére, amit az imént mondott, itt nem csak a szervek működése számít. Feküdjön oda. Amit itt látok, az egy csodás kis virág. Egy csiszolatlan gyémánt. Mi ez a marhaság? Becézem a csiklóját, hölgyem. A csikló olyan, mint egy kis cica. Ahhoz, hogy daromboljon, kényeztetni kell. Ez marhaság. Higgy el! Nem először végzek kundilinguszt, és eddig nem volt rá panasz, és ön az első kérem, aki kételkedik az eredményben. Vagy megbízik bennem, vagy hagyjuk. Rendben, rendben. Én csak... Csinálja. Lazítson, nyugodjon meg. Na.
bármit csinál, sajnos nem működik. Nem érzek semmit. Semmit? Egyáltalán? Semmit. Nos, akkor magának volt igaza. Clitoridium recalcitrum. Most pedig szeretnék feltenni egy pár személyes kérdést. A maszturbálás során volt... Van egy perced? Persze. Kicsit szétszórt vagy mostanában. Valami baj van? Majd összeszedem magam. Van ötleted a nyárra? Egyáltalán dolgoztál rajta? Én... Azt hiszem, nem értettél meg. Azt akarod, hogy Raúl megkapja a műsorodat? Mert megfogja. Lamourette kedveli. Raúltól 3 tervet is kaptam, és mind jó. Mégis mit tehetnék? Persze, mert ő mindig mindent jobban tud. Én figyelmeztettelek. De ha nem akarsz dolgozni, akkor nem segíthetek. Elég idős vagy, hogy meg tud védeni magad. Legalábbis remélem. A vibrátorok egyszerűen csodásak. Még az alapmodell is teljesen élethű. Nézze meg ezt! Ez itt farok formájú. Mégsem akartam magamba dugni. Annak meg mi értelme, ha belül vibrál? Nem, csak a csiklomhoz használtam. Bár ezrezeg az összes közül a leggyengébben, elméletben elég. Ezért arra gondoltam, miért ne használhatnám a barátom elektromos fogkeféjét? Visszajött François? Vagy csak a szomszédnak van ide készítve? François-é? Volt. Láttam egy filmet a bonobókról. Mikről? A bonobókról. Azok a majmok, akik egész nap csak dugnak, és mindegyik biszex. A nőstényeknek hatalmas csiklója van, és folyton a másikéval játszanak. És? És? Lehet, hogy neked is ez a megoldás, mert talán a szívednek férfi kell, de a csiklódnak egy nő. Hát nem? Itt van François. Mit csináljak? Nincs villany! Szia. Beszélnünk kell. Én most... Beengedsz? Ez most nem a legjobb idő. Társaságod van? Mindegy. Ne félj, gyors leszek. Csak összeszedem a cuccaim, és már itt se vagyok. Ne! Gyere vissza, ha már elmentem! Nincs kulcsom. Tessék, itt van. Ne haragudj. Ott hagytál a sötétben. De legalább már működik. Vagy. Azt mondod, vége, és odaadod a kulcsod. Ezt már nevezem. Ezért szeretlek. Te vagy az egyetlen. Akkor én megyek. Új vendég jött. Egy csinos vidéki srác. Érdekel?
Későre járt, tudtam, hogy maga lesz az. Ismét beázik? Nem, most a vezetékek. Volna pár gyertyája? Éppen tejázunk. Velünk tart? Nem, köszönöm. Fogtad a gyertyát? Milyen édesen fallikus, egyértelmű célzás. Igen, hála a villanyszerelő tudásodnak. Én csak egy ígőt akartam kölcsön kérni. Az lehet, hogy nem vagyok egy Super Mario, de azt tudom, hogy a gyertyámat hová tegyem. Itt jön a cuki vidéki srác. Mennem kell. Megint én. Csak kíváncsi voltam. Beengedsz? Szép lakás. Olyan zenes. Beszélsz franciául? Csak mert az életem mostanában kissé zűrösen alakult, és igen, kíváncsi voltam, hogy lefeküdnél-e velem. Nem. Meleg vagy? Nem, annál sokkal durvább. Aszexuális vagyok. Teljesen szexmentes. Nála voltál? Uh-huh. Milyen volt? Semmi különös. Louise, Cyril. Örvendek. Tudod, ő a vidéki barátom. Jössz? Mai témánk a polgárok felelősségei és kötelességük környezetükért, de előbb jöjjön a hétköznapi hősök és Louise Duchemin. Igen, szia Judit. Mai vendégem valódi világutazó. Ellison gyalogszerrel járja a világot, és... Azaz repülővel, mivel stewardess, arról faggattam, hogy hosszú távon hogy viseli az időeltolódást. Majd én segítek rajtad. Megtaláltam a te embered. Én ezt Szotiba. Szotiba K., a dakari vezetőm. Meséltem neki a problémádról. Ugye, csak viccelsz? Szerinte megátkozta, ki kell üzni belőled a rossz szellemeket, és szükséged van egy marabura. Ismer is egyet, de az épp Szenegálban van. Akkor lássuk. Volt olyan kedves, és megadta ezt a címet. Itt van Párizsban. Ámorológus. 100%-os hatékonyság. Mi ez a hülyeség? Reménytelen eseteket is vállalunk. Jó napot! Jó napot! Mankala de la munu nanti blangam daga bineri ya bakana bakalo. Te meg itt mit akarni? Én elvesztettem a csiklómat. Te meg itt mit akarni? Mubarnya. Kimetszették? Nem. Akkor te nem kell aggódj.
Alors, c'est pas grave. Hagyd elúszni. Mit hagyjak elúszni? Hagyj elúszni mindent. Minden terhet. Ezek a növények. Ezek a növények segíteni fognak megismerni mindent, ami belül rejtve van. Kihúzzák a rosszat, amiről nem is tudtál. Légy óvatos, csak akkor szabad használni, amikor már te kész vagy. Az eredmény néha meglepő lehet. Nagyon meglepő. Veszélyes? Meglepő. A visszajáró a magáé. Viszlát! Te meg mit keresel itt? Kicsit külön kell mennem apádtól. A nővéred azt mondta, hogy ők most kettesben szeretnének maradni. Én nem tudom, hogy mi ütött belé. Te is azt szeretnéd, ha idekint fagynék meg? Jaj, bocs, gyere be. Szia, drágám! Jó napot! Jó napot! E szabad? A biztosítási ügynök. Ah, értem. Köszönöm. Viszlát. Viszlát. Miért jött? Beházás a fürdőszoba. Figyelj, sokáig maradsz? Miért? Téged is zavarlak? Hiszen egyedül élsz. Nem, csak a hűtő tök üres, nincs itthon semmi kaja. Majd elugrom a boltban, ne aggódj. Az a helyzet, hogy François-nál van a pótkulcs. De hát szakítottatok, nem? Igen. Na jó, tessék, itt az enyém. Majd megoldom valahogy. Ha gondolod, én szívesen... Nem, megyek. Mit csináljak anyával? Tudod, hogy milyen? Nem tudom. Nem bírom ki vele sokáig. Én sem, nagyon jól tudod. Te indítottad el a lavinát a családi vacsorán. A te ügyed, old is meg. Oké, kösz szépen. Rád várunk. Most mennem kell. Szia. Mindjárt ott vagyok. Louise. François, én vagyok, sürgősen kellenek a kulcsaim. Vendégem van. Nem telefontéma, majd elmondom. Mi van veled már megint? Még mindig nem kaptam meg az anyagodat. Sajnálom. Jól teszed. Louise, mit csinál itt, kedvesem? Kizártak. Anyámnál vannak a kulcsok, és még nem jött meg. Akkor jöjjön el velem. Hová? A csajokhoz. Kicsoda a kis hölgy? Ő itt, Louise.
És te hoztál. Ő csak ő az, akinek nem működik a... Ne is működik már? Gabi mesélte. Igazán szörnyű. A csiklója! Szóval még mindig nincs meg? Legalább tudod, hogy van ott valami, ami már nem szuperál. A mi időnkben mi azt se tudtuk, hogy mire való. Kivéve téged, Gabi. Anyád sosem tiltotta, igaz? Ó, nem, dehogy. Csak történeteket mesélt. Hogy ez mocskos dolog, és meghalunk, ha hozzáérünk meg, hogy pokorra fogunk jutni. De én sose hittem. Anyám azt mondta az öcsémnek, a szex olyan, mint a pisilés, meg könnyebbülsz tőle. Sose élveztem. Erre anyám azt mondta, örülj neki, mert csak a kurvák élvezik. De te szerencsés voltál, hogy ott volt neked Gilbert. Az én Gilberem olyan volt, mint egy isten. Kiről van szó éppen? A férjemről. Amíg hallok. Nagyon értett a szerelem nyelvén. Úgy megtömött, hogy a fülem ketté állt. Szervusz, kicsikém, jó napod volt? Ja. Hát ez a fogkefe? Ott találtam a szekrényben. Ez François-é. De hát szakítottatok. Ez még nem ok arra, hogy használd a fogkeféjét. Gyere, szeretnék veled beszélni. Emlékszel arra a szexológusra, akinek megadtam a számát? Találkoztam vele tegnap. Sok mindent segített megértenem. Legfőképp rájöttem, hogy csodálatos. Csodálatos. Fantasztikus. Úgy érzem, újra élek, hihetetlen. Kimentem az utcára, és úgy éreztem, tudom már, mi az élet értelme. Minden megszépült, a házak, a madarak, a fák, a buszmegállók. Most már máshogy látom a dolgokat. Újjászülettem, voilà! Igazad volt. A szex igenis nagyon fontos. Mit csinálsz itt ilyen későn? Itt aludhatnék ma? Nem. Miért? Anya miatt? Talált. Ki az? Csak Louise. Végre egyedül vagyunk. Bruna barátnőjénél alszik. Kettesben vagyunk. Szóval ti most épp ovulálsz? Igen, nem, azaz ő, nem igazán. Meglátod, mikor épp gyakoroltam a méhecskével. Már úgyis szükség volt valami változásra. Anya mondott egy jó szexológust, és ma délután el is mentünk hozzá. Most az ő tanácsait követjük. Valójában éppen kipróbálunk valami újat. Behatolás nélkül. Mesés? Ugye megérted? Ne. Louise, éjjel 3 óra, mit akarsz? Itt aludhatok. Tele vagyunk. És ott menjünk? Nyavajás. Ne is mondd.
Kezdődik a műsor. Kell az anyagod most rögtön. Mindjárt meg vagyok. Új düsement keresem. Itt balra, de rögtön kezdünk. Köszönöm. Te meg mit csinálsz itt? Nem jöhetsz ide be csak úgy. A kulcsokat akartad. Tessék, itt van. Add csak az új srácnak. Nem érek rá. Ahogy öregszem, falakat építünk, melyekbe egy napon beleütközhetünk. Az állarcos bobóc, ez a címe Guillaume Léger nemrég megjelent kiváló könyvének. Főszereplője egy olyan hétköznapi ember, aki lelkeméségeiben önmagával bújócskázik. Először jöjjön azonban valaki, aki még mindig tartogat számunkra meglepetéseket. Louise Duchemin és a hétköznapi hősök. Szervusz, Louise! Szia, Judit! Üdvözlöm a hallgatókat! Mai hősnöm Gracien, de a munkahelyén mindig elképesztően nagy a hajtás. Arról kérdeztem, hogyan képes ilyen tempó mellett kedves és figyelmes maradni az ügyfeleivel. Ez egy nő számára egyszerűen nem érdekes. Ezeket a filmeket férfiak gyártják férfiaknak. Attól még sose lettem nedves, ahogy női szereplő leszopott valakit. Ez meg mi a franc? Viszont amikor kinyalják. Most mégis mit csinálunk, szerinted? Akkor látszik rajta, hogy ő is élvezi. Hosszú? Nem. Na, erre már én is beszoktam izgulni. Jól van, várd el. A kedvenc részem, amikor kinyalják egymást. Isten olyan. Azt is szeretem, amikor két nő csinálja. Mindig vissza. Itt a Rádió Rouge Louise Duchemin-nel. Egy elfoglalt hölgyről volt szó, igaz? Igaz. Elnézést, elcseréltem a CD-ket. Az történt, hogy az interjú után a szexel és a gyönyörrel kapcsolatban kérdeztem. Ez a saját tanulmányom. Mert minden nő azt mondja, hogy a csikló a kulcs az orgazmushoz. Elég a behatolás mitoszból. A férfiak ebből is versenytőznek. Ki a nagyobb, ki a kisebb, vagyis a vékonyabb. Olyan nőt még senki se látott, aki a másik csiklóját méricskélni. Csak bonobókat. Most kíváncsiak, leszbikus vagyok-e? Az vagyok. Igen. Homoszexuális vagyok. A nők és a férfiak egyszerűen nem illenek össze. Túl nagy a különbség. És most, amíg ezt mindannyian megemésztjük, jöjjön egy kis zene. Hallottam a műsorod. Azonnal rohantam ide. Nem tudom, hogy állsz a férfiakkal. De kétségtelen az én hibám. Nehéz úgy szeretni a nőt, ha az közben nem érez vágyat. Nem érez gyönyört. Anyád nem élvezte soha. Csak miattam csinálta. Én azt szeretném, ha magáért is tenni. Az ott nem az övé? Azt hittem Felicinél van. Hát ez elég bonyolult. Múlt éjjel itt aludt és itt akar maradni. Szia, itt nem vagyok itthon. Hagyj üzenetet. Ott vagy? Én vagyok az Felici. Nem veszed fel? Sikerült? Hüvei orgazmusom volt? Őrület, nem? Egyszerűen nem bírunk betelni vele. Felici, itt van apa. Visszahívlak. Anya, itt van apa. Nicole,
Jöttem, amint tudtam. Te mit szólsz ehhez? Nem hallottam műsort. Milyen műsort? Jobb is. Én is azt hittem, hogy megüt a guta. Megtudhatnám mégis, mi van itt? A lányod leszbikus, az van itt. A lányom? Melyik lányom? Hát Louise, Felicity férnél van. Az nem akadály. Bejelentette a rádióban. Bejelentetted a rádióban? Országvilág előtt? De tudod, ha leszbikus, akkor sose lesz gyereke. És? Más is van az életben. Majd Felicity szül még egyet. Viszont a buzi szomszédoddal összehozhatnátok egyet. Egy buzi a szomszédod? Most inkább magatokra hagylak, jó? Megyek a szomszédomhoz. Szóval ő is. Apa 80 éves. Miért? Sosem túl késő. Te csak éld az életed. Szabadon. Az a lényeg, hogy boldog légy. A boldogság a legfontosabb. Ki kér egy teát? Kérlek, ne menj el. Aggódom anyádért. Beszélhetnél vele? Soha nem tűnt fel, hogy apád ennyire korlátolt. Azt hittem, én vagyok az. Nehéz meccs lesz. Nem most, jó? Ha, miért? Légy szíves, ne így tárgyaljátok ezt ki. Ilyesmikről nem lehet csak úgy csevegni. Te is azt csinálod. Várj, amíg hazaértek. Ki mondta, hogy hazamegyek? Kérsz teát? Nem, nem kérek teát. Mindig is utáltam a teát. Hát ez meg... ezt meg honnan szedted? Megnéztem mindenhol, de nem volt rendes tea. Csak ezt találtam. De hát ez... ez nem tea. Veszélyes meginni ezt a vacakot. Pedig egész állónap ezt nyakaltam. Nagyon finom. Elegem van. Hagytam egy tonna üzenetet, aggódtam. Nem tudom elhinni. Pont most, mikor először hallgattam a műsorot. Szuper feje, te marabud, marha jó ötlet volt. Tessék. Anyámnak épp trípje van ettől a gaztól, elhagyja apámat, engem meg kirúgnak. Az igen. Amúgy kösz, jól vagyok. Lesz még jobb is. Na gyere. A sikerért mindent, igaz? Annie? Susan? Szia. Szia. Ő a barátnőd? Nem, mi csak barátok vagyunk. Te azt hitted... nem, nem. Ugye jól gondolom? Mit mondott a marabu? Hogy a rejtett dolgok előjönnek. Gondolom így is lett. Tessék. Egyet én is bevállalok. Hogy most kicsit hülyén érzed magad. Szexeltél már valaha nővel? Nem. Majd meglátod. A nők sokkal finomabbak, sokkal gyengédebbek, és sokkal tovább tart.
Louise, figyelj, én azt szeretném, ha te kapnád meg a nyári műsort, mert így magadnak is bizonyíthatnál. Azt reméltem, hogy jövőre te lépsz a helyembe. Elmész? Igen, igen. Egy időre. Teres vagyok. De hát te nem... Voltam férfival is egyszer. És tessék. Annyira sajnálom. Hogy terhes vagyok? Nem, hanem hogy cserben hagytalak. Szerinted kirúgnak? Nem tudom. Gondolom, ez a hallgatókon is múlik. Ő a barátnőd? Örülnék, ha bemutatnád. De nem, ő csak a... Szabad vagy, drágám. Bármit megtehetsz. Csak a boldogság számít. Apád már hazament. Átbeszélgettük az éjszakát. Sokat sírtunk. Milyen ostobák voltunk. Ha már évekkel ezelőtt tisztázzuk a dolgokat, talán másként is alakulhatott volna. Hát, itt az ideje, hogy a magam lábára álljak. Most hová mész? Semmit sem értek. Ott vagy? Ma este elutazom. Nem sokára indulnom kell. Szia. François vagyok. Csak szerettem volna megkérdezni, hogy amikor még együtt voltunk, hogy akkor már te, úgy értem, már akkor olyan komolyan gondoltad, amit a rádióban mondtál. Azt hittem, boldog voltál velem. Vagy ezt is csak tetted. Már semmit sem értek. Ott vagy? Ma este elutazom. Nem sokára indulnom kell. Szia. Szóval hívtad, most nem vagyok itthon. Adj üzenetet. François? Reméltem, hogy felveszed. Hagytál egy üzenetet. Csak azt akartam mondani, hogy sosem voltam leszbikus. Otthon vagyok, és hívhatsz bármikor. Persze, mond csak. Tomán megint tantrikus tanfolyamra megyünk a hétvégén. És hát ugye, anya, tudnál vigyázni Prünre? Persze.
Ja, szuper, nagyon köszi. Tovább hív, mennem kell. Puszi! Jó utat. Köszönöm. Elutazol? Igen. De az üzenetemet megkaptad? Igen. Sokáig leszel távol? 6 hónapig. Elfogadtam egy tanácsadói állást Montrealban. Le fogja késni a gépe. Megyek már. Akkor... Szia. Szia. François, tényleg muszáj elmenned? Miért? Hiányoznék? Nem arról van szó, de... Igen. Hiányoznál. Tessék? Hiányoznál. Ennek örülök, mert hétfőn jövök is vissza. Majd hívlak. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny. You smiled at me and really. Now the dark days are done and the bright days are near. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true. I love you. Felnőtteknek nem lehet. Sunny. Thank you for the sunshine you gave. Sunny. Ugye milyen klassz? Thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all. And now I feel 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny, ugye milyen klassz? Thank you for the price from A to Z. My life was torn like windblown sand. Then a rock was formed when we held hands. Sunny one so true, I love you. Akkor nem voltam önmagam. Hiányzott valami. De most a dolgok jobban állnak, mint valaha. Nem akarom, hogy azok az idők visszatérjenek. Még mindig szörnyű alak vagy. Nem rólad volt szó. Pedig azt hittem. Te tényleg Dilis vagy. Persze, mert virágot adni, amikor elhagy, szerinted az normális dolog. De azért nem olyan rossz fele, ugye? Meg lehet szokni. De az, hogy együtt élünk, még nem jelenti azt, hogy járunk is. I love you. I love you. I love you.